azt, hogy Mileševo és Drea lakosai a multikulturalizmus és a tolerancia igazi példái Vajdaságban a leginkább igazolják a közösen szervezett munkaakcióik. A két település lakói, szerbek és magyarok, akik egységben, egyetértésben és barátságban élnek, azt is bebizonyították, hogy milyen sokat el lehet érni a saját helyi közösségükben, ha összefognak. És ehhez nem kell egyéb, csak egy kis baráti összejövetel, egy kis törekvés és közös munka. Két héttel ezelőtt a mileševói pravoszláv temető kápolnáját kívül és belül is közös erővel bemeszelték. Befestették a kápolna ablakait és ajtajait, csöveit és oszlopait, lenyírták a füvet, virágot ültettek, eltakarították az illegális hulladéklerakót, és nagyszámú elhagyatott sírboltot is kitakarítottak és rendeztek. A múlt szombaton ezt a munkaakciót megismételték Dreán is a katolikus temetőben. Nagyon elégedett vagyok, mert azért, hogy tényleg ez, ami itten mostan el lett tisztítva, el lett rendezve, hát köszönjük szépen a helyi közösségünknek a titkárának, hát nagyon aktív, hát mi is itten mostan közreműködünk vele együtt. Mindjárt másképp néz ki, itt vannak az őseink, itt vannak a mi halottaink úgy, ahogy itten, úgy Mileševóban is, mindenhol, hát mindannyiunknak a javára van ez, és mindannyiunk köl is, hogy részt vegyünk benne. 9 családom van, meg 3 unokám, a főnöknő most lett kijelölve, mint Daliborka Popov, a harcol a falujé, rendbe tesz sok minden dolgot, sok érdekében van neki, sok nép van, de alig vagyunk, de most így van, ez elég sajnos, de hát jó van, majd lesz ettől, remélem, a következő akcióban többen. Elmondhatom, hogy elég sokan eljöttek, annak ellenére, hogy a munkaakciót a múlt hétvégére terveztük. Így sokan lehet, hogy nem is tudták, hogy az eső miatt elhalasztottuk most szombatra. De akik eljöttek, mind itt vagyunk. Dolgozunk szorgalmasan, és be is fogjuk fejezni. Én egyébként a falu másik részében élek, de eljöttem, hogy munkámmal támogassam az embereket és Daliborkát. Úgy gondolom, hogy sok mindent mi magunk is meg tudunk csinálni, és nem kell pénzt adni érte. Csak egy kis jó kedv és törekvés kell hozzá. Én a jelenlétemmel és a munkámmal támogatom őket. Az összes eddigi munkaakció kezdeményezője és az ötletgazdája a mileševó-dreai helyi közösség titkára Daliborka Popov volt, aki minden akción maga is részt vett. Nem volt nehéz ezt kitalálni, tekintettel arra, hogy falvaink félig üresek, nagyon sok az üres ház, és a temetőkben is sok az elhagyatott sírbolt. A legtöbben külföldön vannak. Munkaakcióinkat a rendkívüli állapot előtt kezdtük. Megtisztítottuk Mileševón a játszóteret és annak környékét. Majd ezt követően le kellett állnunk a járvány miatt. Majd a rendkívüli állapot megszüntetésével és a tavasz eljöttével újra munkába lendültünk mi is. A pravoszláv temető kápolnáját tettük rendbe, meszeltünk, festettünk és rendeztük a temető területét. Természetesen ez a Kommunálac közvállalat és a Tisza mente feladata volna. Azonban úgy gondolom, hogy nekünk is hozzá kell járulnunk ezekhez a munkákhoz. Arra törekedtünk, hogy a temetők úgy nézzenek ki, ahogy ki kell, hogy nézzenek. Ezáltal tisztelegve halottaink emléke előtt. A helyiek a temetők rendezése után nem szándékoznak leállni. Tervezik az összes többi fontos hely rendezését ebben a helyi közösségben. Vannak terveink az egészségház környékére is, továbbá Mileševó helyi közösség és Drea között, minden helyen, például a posta, a piac körül, azaz mindazoknak a helyeknek a rendbetételét tervezzük, ahol az emberek gyülekeznek. Jó lenne, ha ezekkel a közterületekkel mindannyian egy kicsit többet törődnénk, hiszen valójában nem olyan nehéz ez, csak mindenki egy kicsit járuljon hozzá, egy kis részt csináljon meg, és már is minden szebben fog kinézni, és nekünk is jobb lesz.